A Rákellenes Világnap alkalmából szervezett előadássorozatot a Máté Szalkai Nem Adom Fel Klub. A támogató közösség 7 éve működik a városban. A klubban rendszeresen találkoznak azok, akik daganatos betegséggel küzdenek vagy küzdöttek. A mostani rendezvénnyel a megelőzés lehetőségeire, fontosságára is felhívták a figyelmet. Azt szerettük volna, hogy olyanok is jöjjenek el, akik nem érintettek, csak hallottak erről, mivel azt tapasztaltuk sajnos saját bőrünkön, hogy valaki valahol meghallják, hogy rákbetegek vagyunk, voltunk, nagyon gyakran negatív előjellel néznek ránk, és nem úgy segítenének, hanem szinte kikerülnek bennünket, vagy megszűnik a munkahelyük a rákbetegeknek. Tehát figyelemfelkeltésként szerveztük ezt a mai napot, és azért, hogy minél szélesebb körben megismerjék egyáltalán a rákbetegség lefolyását. Egyik előadónk onkopszichológus a Nyíregyházi Onkológiai Osztályról. Róla is keveset tudnak még, hogy egyáltalán létezik onkológus, onkopszichológus. Ha szívesen nem vagyunk rendben, akkor ezek a stressz reakciók, még akkor is, hogyha megelőlegezetten nem voltak szívés problémáink, megakadályozzák azt, hogy hogy tudunk végighaladni ezen a beteg úton, hogy tudunk együttműködni a kezelőorvossal, meg tudunk-e benne bízni. Az előadások mellett a helyi prevenciós programokra is felhívták a jelenlévők figyelmét. Máté Szalka város önkormányzata minden olyan rendezvényt és eseményt, szerveződést fontosnak tart, amelynek céljában az egészség megőrzése, a betegség megelőzése áll. Számtalan eseményünk szerveződött már korábban is, több éve szervezzük itt Máté Szalkán a rózsaszín sétát, a multinacionális vállalatokkal és a kórházzal összefogva, de például kiemelkedő rendezvényünk volt, egészségügyi tárgyú rendezvényünk az elmúlt évben, a Ritter egészségváros szűrési programja, amely a program évtizedes fennállása alatt Máté Szalkán ért el a legmagasabb látogatottságot, és itt hozta a legnagyobb bevételt a rendezvénynek. A Rákellenes Világnapot minden év február 4-én tartják. Szakemberek szerint a gyakori daganatos megbetegedések legalább egyharmada megelőzhető lenne. A szakma szerint ennek érdekében a hangsúlyt az átfogó tájékoztatásra, a megelőzésre, a korai felismerésre és a szűrővizsgálatok fontosságára kell helyezni.